Hatalmas gödrök vannak a Péter utca és a Fehérvári út kereszteződésében, közlekedni sem lehet az érintett szakaszon, mert javítási munkálatokat végeznek a Mezőföldvíz Kft. Munkavállalói. Február 6-án érkezett a céghez az első lakossági jelzés, miszerint vízfolyást tapasztaltak az úttesten. A kollégáink azonnal kijöttek a helyszínre és elkezdték feltárni a munkagödröt, és vasárnap reggel jött a következő bejelentés, hogy a pince is beszakadt itt a közelünkben, és a feltárásokat folytattuk. Akkor már láttuk azt, hogy nem egy teljes gerincvezeték törés van a szentebb vezetéken, hanem csak egy peremfolyás vagy tokfolyás. A három napig tartó alapos előkészítő munka alatt biztosították a munkavégzést az árokban, illetve előkészítették a Szentáb vezeték kiszakaszolását, azaz kizárását. Ehhez a Mária utca sarkán is feltáró munkát kellett végeznie a cég munkavállalóinak. Itt azt láttuk, azt tapasztaltuk, hogy a Péter utcával szemben levő Mária utca sarkon a tolózár folyik és nem zár. Emiatt egy rendkívül tolózárcserét is beterveztünk, ha már egyszer úgy döntöttünk, hogy le kell üríteni a Szentáb vezetéket. Ez idő alatt a Mezőföldvíz Kft. Átállt egy másik irányú betáplálásra, így biztosították a szolgáltatás folytonosságát. A körülményeket nehezítette, hogy mivel a Péter utcai vezeték kanyarodik, ezért beton kitámasztó tömböt építettek rá korábban, ezt pedig csak kézi erővel lehetett kivésni. A hibát két héttel ezelőtt elhárították, az előregedett tömítést kicserélték, a helyreállítási munkálatokat pedig a múlt hét elején fokozatosan kezdték el. Elkezdték mellettünk láthatóan az injektálást, a pince tömedékelését, és mi is elkezdtük a Szentáb vezetéknek a munkagödör helyreállítását. Jelenleg ott tartunk, hogy a magát a Szentáb csövet újra betonkitámasztását megerősítettük, a föld visszatöltés az a mai nap fog megtörténni, de csak addig a szintig, hogy utána még a helyre tudjuk állítani a körvezetéket a Péter utcában. A Mária utca sarkán már elkezdték a helyreállítási munkálatokat és a betonozást. A lakosokat érintő vízhiány és nyomásesés már nem várható, kivétel a Péter utcában, ott ugyanis a körvezeték kialakításakor nagyon rövid ideig vízhiányra számíthatnak a lakosok. Tájékoztatott Kovács István hozzátéve, forgalomkorlátozásra a munkálatok befejezéséig lehet számítani.